Ezzel a fegyverrel félelmítette meg a 40 év körüli kőszerhegyi férfi a dolgozókat a Távirda utcai takarékszövetkezetben, melyet kétszer is kirabolt. Októberben 1 millió, hétfőn kora délután pedig mintegy 200 ezer forinttal távozott sietve a helyszínről. Vesztére azonban ezúttal egy szemtanú után rett és felírta az autó rendszámát, amivel a tettes sietve távozott a helyszínről. Nem gondoltam, hangsúlyozom még egyszer, nem gondoltam végig, hogy ez az egész ez miben fog járni. Azt végképp nem, hogy így fog végződni, és ebben nekem szerepem lehet. Azt, hogy a másoknak mi járhat a fejébe, én azt hiszem, hogy hasonlóan, legalábbis bízom benne, hogyha valakivel valami történik, akkor más is, hogyha velem történik valami, akkor nem végignézik a tizemeletesből és szurkolnak neki, hanem csak lesz valaki, aki segít. A rendőrök a segítségnek köszönhetően 2 órával a bűncselekmény után elfogták az elkövetőt. A férfi beismerő vallomást tett. A rabláskor viselt ruhákat és a fegyvert, mely mint kiderült játék volt csupán, a sárpentelei erdőben találták meg a nyomozók egy zacskóba rejtve. Mindezen bűncselekményt beismerte a férfi kihallgatása során, és azt is elmondta, hogy ő volt az a személy, aki korábban, októberben már szintén egy fegyveres rablást elkövetett ennek a pénzintézetnek a sérelmére. Jelenleg egyébként a férfi bűnügyi őrizetben van, és a fehérvári nyomozók kezdeményezik előzetes letartóztatását. A férfi jelenleg bűnügyi őrizetben van, a fegyveres rablásért több évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A vizsgálat során az is kiderült, hogy korábban már több esetben folyt vele szemben büntető eljárás.